A legutóbbi szezonban döntőt játszó Veszprém több jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező kosarassal érkezett, így a mérkőzés előtt esélyesebbnek tűntek a vendégek, annál is inkább, mert a hazaiak irányítója Busch Iván eltiltása miatt nem léphetett pályára. Az első negyedet 25-17-re meg is nyerték a vendégek, de a második 10 percben felzárkóztak a hazaiak, Helmeci dudára dobott triplájával azonban 3 pontos előnnyel mehetett a nagyszünetre a Veszprém. Fordulás után átvette a vezetést a házigazda, a vendégek csak üldözték a cápákat, akik izgalmas hajrá után a végül 31 pontig jutó Czura Attila vezérletével 5 ponttal megnyerték a mérkőzést. Aki pályára került, mindenki dobott pontot, illetve nagyon jó védekezéssel. Külön gratulálok a fiataloknak, hogy ilyen jól játszottak. 3-17 éves játékossal játszottuk végig ezt a mérkőzést, és ugye ez a csapat, ez a Veszprém, ez bajnok esélyes csapat, hogy gratulálok az egész csapatnak. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint a szív és az akarat diadala volt a kékcápák győzelme. A mérkőzés folyamán látszott, hogy mennyire erős csapat a Veszprém, illetve megvolt az a nehezítő körülmény is, hogy Iván sajnos nem tudott játszani. Én úgy gondolom, hogy a csapat maximálisan megmutatta a küzdő szellemét, és azt, hogy bármilyen akadály is kerül elénk, szívvel megpróbálunk hajtani és kihozni magunkból a legjobbat. A Veszprém erősen kezdett, illetve erősök voltak a alsó poszton. Nem találtuk meg a kulcsát a váltásos védekezésnek. A második fél időben megkaptuk az instrukciókat az öltözőben, és egy agresszívabb védekezésre váltottunk, illetve Czura Attila jó voltából egy nagyobb lendületet vett a támadásunk is. Pontosabban játszottunk, gyorsabban, és ezáltal én úgy érzem, hogy a Veszprém egy kicsit elfáradt a végére, illetve a hazai pálya és a hazai szív a végén dominált, és nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni így ezt a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Budapesti Honvéd Oroszlány 75-90, Vasas Budapest PVSK 2 71-81, Miskolc Nagykőrös 88-74, Győr MTK Török Bálint 72-71, Tehetséges Fiatalok Vásárhelyi Kosársuli 84-69 és Bonyhád Békés 85-80. A Nyíregyháza Blue Sharks a következő fordulóban a Győrt fogadja.